Fejlesztések Újfehértón, elkészült az új piac, felújították az egyik legforgalmasabb kerékpárutat, és megújult a temető ravatalozója is. Életveszélyes a kihűlés. A tragédia elkerülhető lenne, ha a veszélyeztetett lakosok, illetve a hajléktalanok időben jutnának segítséghez. Az élő állat nem játék. Ha kis állatot szeretnénk ajándékozni, azt tegyük inkább tavasszal, karácsonykor pedig csak egy fekhelyet vagy pórázt tegyünk jelképesen a fa alá. Milliárd forintos költségvetésből gazdálkodott 2022-ben Újfehértó. A városban elkészült az új piac, felújították az egyik legforgalmasabb kerékpárutat, és megújult a temető ravatalozója is. Ez a Kölcsey Televízió híradója. Köszöntöm Önöket! A következő évben az úthálózat és a csapadék elvezető rendszer fejlesztése áll a középpontban, épül majd egy hűtőház és raktárcsalnok, valamint a tervek szerint tavasszal már új otthonában játszhat az újfehértói futballcsapat. Két Covid-dal terhelt év után úgy vágtak neki az esztendőnek Újfehértón, hogy bepótolják azokat a beruházásokat, amelyeket kénytelenek voltak csúsztatni. Az Ukrajnában dúló háború következményeként a városba is érkeztek menekültek, akiknek az önkormányzat igyekezett segítséget nyújtani. A gazdasági helyzet miatt ugyan nem sikerült minden tervezett fejlesztést elvégezni, de így is több átadó ünnepséget tartottak a településen. Befejeződött a piacépítésünk, amelyet augusztus végén adtunk át, és novemberben tudtunk megnyitni. Ez egy nagyon fontos beruházás volt az itt élős környéken élőknek. Aztán ez uniós pályázatból volt, kormányzati támogatásból fel tudtuk újítani a város egyik legforgalmasabb kerékpárútját, ami már nagyon régen várt erre, ami szintén nagyon fontos volt a városlakók szempontjából, illetve saját adóbevételeinkből útfelújításokat is végeztünk, valamint ami az idősebb korosztályt nagyon érzékeny érinti, és nagyon sok városlakót, az a temetőnknek az állapota. Sajnos temetőre ekkora nagyságú település nem tud pályázni, hiszen a Magyar Falu programban nem szerepelünk, és egyéb forrásokból pályázati forrás nem volt a temetőfelújítás, hogy ezt saját forrásból egy elég komoly fejlesztést csináltunk a köztemetőnkben. Nyáron az önkormányzatnak szembesülnie kellett azzal, hogy az energia árak jelentősen megemelkednek, erre pedig reagálnia kellett a városvezetésnek. Nekünk is újra kellett gombolni a kabátot, mi is megnéztük azt, hogy melyik intézmény működésében tudunk esetlegesen spórolással vagy kiadáscsökkentéssel élni. Ezeket a lépéseket meghoztuk, és folyamatosan figyeljük a fogyasztásokat, és nézzük még a lehetőségeket, hogy mint tudunk spórolni. Ugye a kultúra az mindenütt elsősorban a kultúrát és a sportot érték a negatív hatások. Mi a kultúra területén a műfáz működését áthelyeztük, tehát egy olyan épületbe költöztettük őket, ami egyébként is fűtve van, hisz óvoda is van abban az épületegységben. A sportcsarnokot, illetve az uszodát, hogy ez egy komplexum, egy közös fogyasztási helyel. Itt gondolkoztunk, hogy most mit csináljunk, de én úgy gondolom, hogy a sportra szükség van, a mozgásra szükség van, hisz az embereknek kis kikapcsolódás, illetve az egészséges életmódhoz ez hozzátartozik, és az uszodát és a sportcsarnokot nem zártuk be. Ott köszönjük szépen Magyarország kormányának, hogy egy 14 millió forintos támogatással hozzájárultak az uszoda rezsiköltségeihez. Nyíregyházi vízilabda egyesület is kijött hozzánk, amikor a nyíregyházi uszoda bezárt, úgyhogy már érezzük is a hatását, hisz a múlt hónapban az uszodánk rekord látogatottságot könyveltett el. Bár a 2023-as költségvetés fő összege még nem ismert, az biztos, hogy saját és pályázati forrásból több beruházás kezdődik el, vagy fejeződik be Újfehértón. Van egy kerékpárútfejlesztésű projekt, ami ebben az évben egy picit döcögött, hisz engedélyeket kellett beszereznünk, ami nem egy-két hónap sajnos, de ez tavasszal új erőre kap, és a kora tavasszal befejeződik, ami egy topos pályázat volt. Illetve van még egy olyan topos pályázatunk, ami jelenleg közbeszerzési eljárás alatt van. Ez egy hűtőház és raktárcsarnok építésére kaptunk pályázatot, aminek a megvalósítását szintén szeretnénk jövő tavasszal elkezdeni, és nyár elejére be is fejezni. És ugyan nem önkormányzati beruházás, de nagyon fontos a város életében ez a futballpálya, ami
ami épül itt kormányzati támogatásból. Itt is volt egy kis csúszás a nyár folyamán, de most ez is új lendületet kapott, és tavasszal bízom benne, hogy a nagyon sikeresen szereplő focistáink, akik igazi kuriózum szerintem, hogy 15 meccset idegenben játszottak, és első helyen állnak a megyei bajnokságban, bízunk benne, hogy tavasszal minél hamarabb az igazi saját környezetükben tudnak majd futballozni. A polgármester elmondta, mindent megtesznek azért, hogy helyben tudjanak munkalehetőséget biztosítani az újfehértújaknak. Az önkormányzat igyekezett hozzájárulni az ünnepi készülődéshez is, a város valamennyi, mintegy 4700 háztartásába juttatták el karácsonyi ajándékukat. Kedves nézőink, most pedig a májusban történt eseményekkel folytatódik az évvégi összefoglalónk. Volt szó gazdasági fejlesztésekről, elkészült iskola udvarról és az Orosi úti hulladékdepóban keletkezett tűzről is. Szijjártó Péter miniszter tett látogatás május elején a svájci Swisscrono Kft. Vásárosnaményi gyárában. A Swisscrono Kft. Jelentősen bővítette termelőkapacitását, 2,3 milliárd forintot fordított a beruházásra. Szijjártó Péter miniszter azt mondta, a magyar kormány 350 millió forinttal támogatta a terveket. A világ egyik vezető faipari vállalatáról beszélünk, amely most már hosszú múltra visszatekintő tapasztalatokkal rendelkezik itt Magyarországon, és itt most az OSB lap gyártási kapacitásának jelentős növeléséről tudunk önöknek számot adni. Ez a beruházás 2,3 milliárd forintos értéket képvisel, amelyhez a kormány 350 millió forintos visszanemtérítendő támogatást biztosít, és ezáltal 150 munkahely válik betonbiztossá közvetlenül, a közvetett munkahelyekről pedig az Ilki polgármesterrel egyetértve még csak nem is beszéltünk. Ráadásul itt az új gépsorok beszerzése nyomán az eddigi 300 köbméteres napi kapacitás 700 köbméterre nő, tehát több mint megduplázódik a vállalat teljesítménye, és tekintve azt, hogy az exportarány szépen alakul, ezért a magyar faipari export növekedésével is számolhatunk a beruházást követően. Így néz ki madártávlatból a Vérteskert Kft. Új telephelye Apagy határában. A több mint 30 éves cég eddig csak Tatabányán üzemeltetett kereskedelmi központot. Ezzel a fejlesztéssel szerették volna megcélozni Kelet-Magyarország targonca és munkagép piacát. A régió fejlődése az példaértékű, úgy látom a magyar hazában, tehát itt a kormány támogatásával elég komoly fejlesztések folynak, és úgy arra is gondoltam, hogy itt megbízható munkaerő is van még picit szabad, akit itt bele tudunk integrálni és alkalmazni. Ez a lehetőség pedig adódott, ez a kis telephely, ami használaton kívül volt, jött a lehetőség, hogy meg tudjuk ezt vásárolni, megtettük az ajánlatunkat a tulajdonosoknak, megvettük, és nagy elánnal nekiálltunk rendbehozni, felújítani. Az eszközeink, a targoncák, rakodógépek, ezek ugye adottak hozzá. A piacon itt szükség van rájuk, úgy érezzük, hogy nagy az érdeklődés. Minden darumozgásnak a mozgása rögzítve van, amiből egyértelműen lehet látni azt, hogy melyik konténert hova milyen pozícióba emelte. Ennek az óriás darunnak a működési elvét mutatta be fényeslőként Tárosi János, az East West Gate vezérigazgatója, a Magyar Logisztikai Egyesület tagjainak. Ez pedig már az az ultramodern operátori terem, amelyből 5G-s hálózaton keresztül irányítják a daruk mozgását. A hatalmas szerkezetek nem csak a konténerek, hanem félpótkocsik, pótkocsik, sőt egész kamionok átragodására is alkalmasak. Nagyjából áprilisban kezdődött meg a próbaüzeme Európa legnagyobb vasúti termináljának. Az 5G privát hálózat kiépítése befejeződött, annak a tesztjei, az eddigi tesztjei sikeresek voltak, nem merült fel probléma. Megérkeztek a termináltraktorok, jönnek a rakodóeszközök, az irodaépületben a technológiai rendszerek működnek, a számítástechnikai rendszert felépítettük, a szerverterem működőképes, most folyik a digitális sikernek, a Maxfernek a telepítése, tehát az elvárásaim és a idő, kitűzött időrend szerint haladunk eddig. Szabolcson Szent László király sírjánál vette kezdetét a megye nap május 20-án. A megyei közülés vezetői megemlékezéssel és koszorúzással emlékeztek az egykori uralkodóra, aki 1992. május 20-án országos zsinatot tartott a tiszaparti településen. Ehhez a dátumhoz kötötték Szabolcs Szatmár Bereg megye napját, amelyet 2005 óta tartanak meg.
A megyei önkormányzatnak is egy régi törekvése, hogy Szabolcs történelmi emlékhely rangot kapjon, amely méltó elismerése annak a történelmi ténynek, hagyománynak, hagyatéknak, amely Szabolcsot a ország térképére teszi, és méltó büszkeséget ad a Szabolcs településnek, illetve az egész megyének ez a történelmi esemény. Szent László király korának egy fantasztikus személyiségi alakja volt, belakta az egész Kárpát-medencét, csatázott a hunokkal, Erdélytől kezdve Kisvárdáig, püspökséget alapított, hódított, ami a korban a lovagi eszmény kifejezése volt. Méltóan emlékezünk rá, és ezzel a feladatainkra a jövőbe is erőt tudunk meríteni. Táncos koreográfiával készültek az alsósok az új iskolaudvar átadására május végén Nyírbátorban. Ez az egyik olyan beruházás, amely a biztonságos testmozgás lehetőségét adja meg az intézményben. Itt nem csak rekordtámborítású pálya, de kondipark is készült. A fejlesztésre azért is szükség volt, mert az iskolában testnevelés fakultáció működik. Mi egy több célú intézmény vagyunk, van óvodánk, általános iskolánk és gimnáziumunk, és az általános iskolai részlegünkön, egységünkben testnevelés tagozat működik. Két évvel ezelőtt adtunk át egy sportcsarnokot, de nem volt lehetőségünk arra, hogy a gyerekek kint sportoljanak a szabadban, ezért volt nagyon fontos ennek a sportpályának a megépítése, illetve az intézményben Diáksport Egyesület működik, ahol van egy atlétika szakosztály, de addig nem tudtak a gyerekek sportolni az intézményben, amíg ezt meg nem épített. Maga a beruházás 170 millióból valósult meg, ami tartalmazza ezt a sportudvart, illetve az iskolaudvarnak a fejlesztését. Közel 44 ezer négyzetméteren a volt Vaj Ádám laktanya területén épül az új autóbusztelephely és töltőállomás Nyíregyházán. A megyeszékhelyen jelenleg 80 autóbusz teljesít szolgálatot, ebből 2018 óta 41 darab sűrített földgázzal üzemelő CNG busz. Ezeknek már speciális töltőállomásra van szükségük, amely kiépítésére a 80-as években létesített Korányi Frigyes utcai telephely alkalmatlan. Itt azért mind a CNG buszoknak a kiszolgálására speciális műhelyeket kell kialakítani, azért az elektromos autóbuszoknak is majd a töltőállomási részét is itt kell majd kialakítsuk, hiszen említettem, hogy 21 elektromos járművet tervezünk rendszerbe állítani, és egy egészen más jármű fenntartási technológiát fog ez igényelni a jövőben, mint ahogy most működik, és hát maga a telephely nagyságából is adódik, hogy közel 2000-3000 négyzetméter közötti üzemcsarnoki épületek lesznek itt elhelyezve. Egy nagyon komoly jármű fenntartási telep lesz, hát a megyének az egyik legerősebb, eddig is az volt Nyíregyháza, de az egyik legerősebb jármű fenntartási telepére számolunk. A 403-as főút mentén lévő regionális hulladékkezelő központ mellett készült el ez a nézői felvétel. 8 járművel 30 tűzoltó érkezett Nyíregyházáról, Nyírbátorból, Hajdúnálásról és Ibrányból a helyszínre, hogy megfékezze a közel 250 négyzetméteren tomboló lángokat. Ezek a felvételek már egy nappal később készültek, jól láthatóan a kupacok alján még égett a szemét, amelyet folyamatosan három autóból több vízsugárral ártalmatlanítottak a szakemberek. Körülbelül olyan 50 tonna lomtanításból származó hulladék a ipari kameráink felvételei szerint öngyulladás folytán begyulladt. Pillanatok alatt elterjedt a tűz a teljes hulladék kupacra, és gyakorlatilag azóta is ég, ahogy lehet látni a kollégák a utómunkálatokat végzik, kanalanként bontják meg a hulladék kupacot, amit a tűzoltók vízzel locsolnak. Nagyon bízom benne, hogy rövidesen sikerül beoltani a tüzet. Sajnos ugye a szagán is érezhető jelentős mennyiségű műanyag, kezelt fa volt benne, kétségtelenül ez némi levegőszennyezést okoz. Tegnap kint volt a katasztrófa védelemnek a mérőautója, állításuk szerint ártalmas, egészségre ártalmas koncentrációt nem mértek a levegőben. Első orvosi vizsgálatára érkezett május utolsó napján a Nyíregyházi Állatpark Vörösvari kölyke. A kicsi megszeppenve ugyan, de hősiesen viselte az ilyenkor szokásos eljárást. A gondozók az első napokban csak sejtették a pici létezését. A hímivaró kölyök már a második szaporulata az itt élő tenyészpárnak. A szülők az Európai Fajmegőrzési Program keretében érkeztek a Nyíregyházi Állatparkba.
A Vari latin neve Varietze gata, azaz azt jelenti, hogy napimádó, nem véletlen, hiszen ahogy felkelnek ezek az állatok, elkezdik a hasukat süttetni, és imádják a napot. Tündériek, de végveszélyben vannak, Madagaszkáron őshonosak, ezért is fontos, hogy ne csak bemutassuk, hanem tenyésztjük is őket itt az állatkertben. Az itt élő tenyészpár nősténytagja 16 esztendős, ő Csehországból jött, a hím pedig 17 éves, ő francia kertből érkezett hozzánk, tavaly és idén is volt egy-egy szaporulat. Bár a kihűlés viszonylag kis százalékát teszi ki a halálozási okok statisztikáinak, mégis valamennyi eset elkerülhető lenne, ha a veszélyeztetett lakosok, illetve a hajléktalanok időben jutnának segítséghez. A Nyíregyházi Székhelyű Periféria Egyesület évtizedek óta azért dolgozik, hogy Nyíregyházán senki számára ne legyen végzetes a hőmérséklet lehűlése. A Periféria Egyesület szociális dolgozói nap mint nap keresik a párbeszéd lehetőségét a súlyosan szociális válságba került utcán élő hajléktalanokkal, akiknek egy része még a segítséget sem akarja elfogadni, mondta el Szoboszlai Katalin. Az egyesület elnöke hozzátette, körülbelül 50 fővel dolgoznak évente rendszeresen. Ebből az 50-60 főből van 20-25, akik hát olyan fizikai és mentális állapotban vannak, hogy őket nagyon nehéz elmozdítani az utcáról, még akár egy éjszakára is az éjjeli menedékhelyre. És velük nagyon nehéz a szociális munkásoknak együtt dolgozni, mert hogy az együttműködésre hát nagyon kevéssé hajlandóak, akár elfogadni egy ruhacsomagot, tisztálkodási eszközöket vagy élelmiszert, az pedig, hogy intézmények felé mozdítsuk el őket, az pedig hát nem tud összejönni. Azért, mert hogy ők már annyira izolálódtak a közösségből, vagy így a helyi közösségből, hogy szinte csak magukban és magukra hagyatkozva élnek. Szoboszlai Katalin azt mondta, a legnehezebb eseteknek számító hajléktalanok esetében szükség volna olyan egészségügyi ellátásra, amely hosszabb távon tudná pszichiátriai vagy addiktológiai kezelésben tartani őket, de ehhez az is szükséges, hogy az érintett bajba jutottak is részt akarjanak venni ilyen típusú rehabilitáción. Az utcán élő hajléktalanok másik típusa az egyesület tapasztalatai szerint olyanokból áll, akik nem szeretnének közösségi szálláshelyekre bekerülni. Van, aki tényleg életformának tekinti az utcai hajléktalanságot, és nem szeretne közösségi szálláshelyen éjszakát eltölteni, mondjuk másik 20-25 ember társaságában egy szobában, és inkább vállalja az egyedüllétet, vagy a párjával való közös utcai hajléktalan életet, és keresnek, találnak maguknak olyan védett helyet, ahova éjszakára behúzódhatnak. És hát ugye, amikor jönnek a legkeményebb téli időszakok, amikor már mínusz 5 fok alá süllyed a hőmérséklet, na, akkor azért néhányuk meggyőzhető arról, hogy egy-egy éjszakára mégiscsak bemenjenek szálláshelyre, illetve a vörös kód idején pedig a bentlakásos intézmények is fogadnak néhány hajléktalan embert. Szakemberek szerint a kihűlés nem csak a szabadban élőket veszélyezteti, de azokat is, akik tartósan 15 Celsius fok alatti lakásban élnek. Ez főleg az idősekre, betegekre, mozgásukban korlátozottakra jelent kiemelt kockázatot. Tévhit, hogy az alkohol segít kihűlés ellen, mivel az valójában csak az észlelt tüneteket csökkenti. A kihűlés folyamata során bágyadtság, álmosság, érzéki csalódások jelentkeznek, a keringési rendszer működése pedig nagyjából 20 fokos testhőmérséklet esetén összeomlik. A KSH adatai szerint 2018-ban 259 ember halt meg kihűlés következtében Magyarországon. Amennyiben valaki kihűlés gyanús esettel találkozik, a 112-es hívószám riasztásával tud segíteni a bajba jutottakon, de a Periféria Egyesület is fogadja a hívásokat. Egy házi kedvenc nem játék, amit ha meguntunk, a polcra tehetünk. A karácsony előtti időszakban ezt nem győzik hangsúlyozni az állatvédők. Ha mindenképpen kis állatot szeretnénk ajándékozni, azt tegyük inkább tavasszal. Karácsonykor pedig csak egy fekhelyet vagy pórázt tegyünk jelképesen a fa alá.
A 100. társasjáték kisautó és baba után nehézséget okozhat a karácsonyi ajándék vásárlása, főleg ha gyerekekről van szó. Előfordul, hogy a szülők ilyenkor egy élő állat mellett döntenek. Bár minden menhelyi kutya álma, hogy szerető gazdihoz kerüljön, nem a legjobb ötlet ezt pont karácsonyra időzíteni. Egy élőlényről ugyanis gondoskodni kell, kutyák esetében ez 10-15, de akár 20 évet is jelenthet. Nagyon sokan gondolkodnak ugye kisebb állatokban, mint mondjuk egy hörcsög, egy hal, vagy madár például. Sokan viszont belevágnak a keményebb dióba, és azt gondolják, hogy akkor legyen egy kutya vagy egy macska. Bármilyen állatról beszélünk, nagyon fontos elmondani, hogy az állat hosszú évekre szól. Teljesen mindegy, hogy milyen állatban gondolkodunk. Ha csak egy kis rágcsálóban, akkor is 4-5 évre simán lehet vele tervezni, nem pedig karácsonyi szezonra. A legnagyobb probléma az ilyenkor egyébként, hogy a gyerekek ugye a karácsony alatt csillogó szemekkel nagyon örülnek, és egy újdonság erejével hat, hogy van ott egy kis szőrös, édes kis gombóc, vagy esetleg tollas, vagy nevezzük bárminek. Viszont ugye a karácsonyi ünnepek elmúlnak, a meglepetés ereje elmúlik, és hát ugye az állat nem olyan, mint egy új játék, vagy egy baba, vagy bármi, amit beteszünk a sarokba, és elővesztük, amikor gondoljuk, hanem folyamatos napi gondozást igényel. És sajnos a legtöbb szülő azzal szembesül új évkor, vagy már akár szilveszter környékén is, hogy ami ugye nagyon-nagyon örömet okozott a gyereknek, az már most igazából unalmassá vált számára. A pár órányi vagy pár napnyi öröm után ugyanis jön a felismerés, hogy egy állat bizony nagy felelősség. Egy felnőtt kutya ugyanis olyan, mint egy 3 éves gyermek. Nem csak etetni és itatni kell, hanem időnként orvoshoz vinni, és ami még ennél is fontosabb, foglalkozni kell vele, időt kell rá szánni, és nem csak a séták alkalmával. Hogy utólag ne gondoljuk úgy, hibás döntést hoztunk, érdemes előtte egyfajta próbát tenni. Hogyha bizonytalan a család, ideiglenes befogadás, ez is nagyon sokat segíthet. Vannak olyan kutyusaink, macskáink, akik ugye oltási programra várnak még, vagy bármilyen okból kifolyólag már van ugyan családjuk, de még nem költözhetnek, még egy pár hetet el kell tölteniük a gazdisodás előtt. Ilyenkor szoktuk azt javasolni, hogy ha valaki szeretné magát kipróbálni, akkor van rá lehetőség is, jelezzen bátran. Ez nem jár semmilyen felelősséggel, mindent biztosítunk hozzá, viszont az állatkának meg jót teszünk. Az élő állat ajándékozásának egyik alternatívája az is, ha karácsonykor csak egy fekhelyet vagy pórázt teszünk a fa alá jelképesen, és az ünnepek után tavasszal egy közös, átgondolt döntés eredményeként választja ki a gazdik új kedvencét. Várakozás alatt szerepelt az őszi idényben a Sényői futballcsapat. Az Imrő László, Fiumei Viktor edzőpáros által irányított együttes 20 fordulót követően 5 győzelemmel, 5 döntetlennel és 10 vereséggel a 17. helyen áll az MB3 keleti csoportjának tabelláján. A Sényő január 5-én kezdi majd el a felkészülést. Amióta a Sényő visszakerült az NB3-ba, minden idénynek azzal a céllal vágott neki, hogy a bajnokság végén egy számjegyű helyezés álljon a csapat neve előtt a tabellán. Ezt eddig sikerült is teljesíteni, az elmúlt években sorrendben a 6., a 4., a 8. és a 7. helyen zárt az Imrő László Fiumei Viktor páros által irányított együttes. Ezen a nyáron a csapat kevésbé, a mezőny viszont jelentősen átalakult, így változott a célkitűzés is. Valóban nem volt ugye nyáron olyan óriási játékos mozgás a tavalyi szezonhoz képest, viszont tudtuk jól, hogy ez sokkal nehezebb lesz ez a bajnokság most idén, mint az elmúlt 4 évben. Erősödtek a csapatok is, sok csapat átalakult, ugye rengeteg olyan csapat távozott ebből a csoportból, vagy kiesett, akiket például tavaly oda-vissza megvertünk, így a biztos bennmaradást tűztük ki célul. Mi is azért ettől függetlenül, hogy a bennmaradást tűztük ki célul, sokkal több pontban gondolkoztunk, de tényleg nem úgy jöttek össze sajnos a dolgaink, szerintem az alapozásunk se úgy sikerült, elég későn állt össze a csapat, még menet közben is igazoltunk, aztán ugye a bajnokság második felére kezdett már úgy inkább kialakulni ez a dolog. Menet közben voltak ugye igazolásaink, azok jól jöttek, mert volt olyan mérkőzés, ahol egy-két ember ült a kispadon csereként. Nagyon sok sérülés is hátráltatta egyébként most ezt az őszt. Talán az elmúlt 4 évben nem volt összesen ennyi sérültünk. Volt, hogy 3 ember is egyszerre gipszbe volt. Úgy gondolom, hogy a tavasznak mindenképpen a legnagyobb erősítése számunkra az lehet, nem lesz ilyen nagy játékos mozgás, hogyha ezek a sérült emberek felépülnek.
A tavaszt jól kezdte a Sényű, hiszen az előrehozott első tavaszi fordulóban nyerni tudott Putnokon. Ezzel együtt 20 fordulót követően a csapat 20 ponttal a 17. helyen áll a tabellán, amelyet a BV1C Zugló vezet 52 ponttal. Mint az eredményekből kiderül, az elmúlt hónapokban a sikerek mellett a negatívumok voltak többségben a csapat életében. Fájó pont az azért most volt bőven, de két meccset emelnék ki, ami tényleg nagyon fáj, és mai napig nagyon nehezen emészthető. Az egyik az a 60-i mérkőzés volt, ahol a 89. perc még 1-0-ra vezettünk, majd sajnos pár perc alatt kikaptunk 2-1-re, valamint az utolsó előtti mérkőzésünk Tiszafüreden, ugye az is egy fájó történet volt, ott a 90. percben 1-1-nél 11-es hibáztunk, majd sajnos ez megbosszulta magát, és kikaptunk 93-ba. Voltak tényleg pozitívumok is, ide venném mindenképpen a DVTK 2 elleni pontszerzést, azt mindenképpen bravúrnak tartom, mert ott egy nagyon extrán visszajátszókkal teletűzdelt csapat ellen sikerült pontot szerezni, valamint ugye a tavaszi első mérkőzésünket, a Putnok második helyzet Putnok otthonába ugye nyerni tudtunk. A sényői futballisták jelenleg a pihenőjüket töltik, és már az is eldőlt, hogy Fabu Márton és Matyi Zoltán távozik a csapattól, így ők már nem lesznek ott az új év első edzésén. Január 5-én fogjuk kezdeni a felkészülésünket. Általában ott ezekben a fagyosabb, hidegebb időkben, ugye még a pályák talaja minősége nem olyan, addig Kemecsén szoktunk egyébként edzeni. Ez most lehet változni fog, idén lehet Nyíregyházán fogunk majd valamelyik műfős pályán készülni. Aztán majd, ahogy az időjárás engedi, ugye akkor visszatérünk majd Sényőre, de ugye olyan nagyon hosszú felkészülésre nem tudunk számítani, február elején már kezdődik a bajnokság. A Sényű hazai pályán kezdi a 2023-as évet, a 21. fordulóban a 6. helyen álló Karcag látogat kapacináikhoz. Kedves nézőink, Önök december 22-én csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, holnap este is várjuk majd Önöket híradóval, addig is látogassanak el weboldalunkra. Én már a munkatársak nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!